Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok. Minden este 10 órától. 103.9. Sláger FM. Jó estét mindenkinek, ez itt a 103.9. Sláger FM, benne pedig a Sláger Arcok. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, hiszen már itt ül velem szemben vendégem, aki kétnyelvű családból származik. Orosz édesanyja révén maga is sok időt töltött a régi Szovjetunióban, volt lehetősége mindkét nép kultúráját közvetlen közelről tapasztalni, szokásait magáévá tenni. A magabiztosság és a hiteles megjelenés és jól párosul azzal a mennyiségű tudással, amit tanárként, történészként, múzeológusként magára szedett, és különböző területek szakértőjévé vált. Izgalmas életút és látásmód, melynek köszönhetően mostanra éppen egy vadonatúj, a sportlétesítménymenedzsment szakirányú szakmai továbbképzést kívánja bevezetni, ami új távlatokat nyithat közösségszervezésben, sportcsapatépítésben, de még munkalehetőségek terén is. Vendégem ma este dr. Szatmári Péter, a Zsigmond Király Egyetem rektora, akit köszöntök. Szia, jó estét kívánok! Szia, jó estét kívánok! Hát össze kell kapnom magam, hogy mindenről tudjunk beszélni, ami engem érdekel, mert így átnéztem az életrajzodat. Sok területről van szó, és még gondoltam is, hogy lehet, hogy nyithatnék azzal akár, hogy vajon nagy váltás-e neked az, amivel most kezdtél, vagy az elmúlt évben kezdtetek foglalkozni, mert hogy a kutatási területeidet nézve azért igencsak más volt a fókuszban hosszú ideig. Azt gondolom, hogy mindig is kötöttem a felsőoktatáshoz, meg az oktatáshoz. Hát az persze, nekem ez nem. Egy fontos kérdés volt. Gyakorlatilag ez már nagyon korán eldőlt, hogy tanár szeretnék lenni. Az, hogy annak melyik bugyrát választom, az persze sokat változott. Igazából a családi indítatás erre nem feltétlenül volt meg, mert a családban nincsenek pedagógusok, de valahogy a kisgyerekkorom óta vonzott nem csak a professzió, hanem az is, hogy hogyan lehet szuggesztíven, meggyőzően beszélni a környezettel, de úgy is, hogy a legkülönbözőbb korosztály értelmezze ezt, meg akár hatással is legyünk rájuk, tehát ez mindenféleképpen vonzott, illetve úgy beszélni egy témáról, szerintem ez a legérdekesebb. Mindig szoktam mondani, akár a halbiológiáról is, hogy az adott közeg, az adott közönség lelkesen fogadja, és még hogyha nem is az övé, nem is szereti annyira, de amikor eltelik az a 40 perc, 45 perc, egy óra, másfél óra, akkor úgy érez, hogy történt vele valami. Nagyon fontos, amit mondasz. Sokat gondolkodtam azon, hogy muszáj, hogy az ember életében legyen valaki, aki úgy irányt mutat neki, és ez a családon, a szülőkön kívül legtöbbször a tanárok, a pedagógusok közül kerül ki. És nekem is van olyan, aki nagyon meghatározta az értékrendemet, a tanuláshoz való hozzáállásomat. Nyilván nem mondanám, hogy minden, amit tanított, az itt van farzsebbe, meg hogy minden nagyon jó is volt, de hogy nem is ezen múlik, hanem a személyiségen, és azon, hogy milyen az előadó képesség, hogy tudod megfogni a diákot, a hallgatót. Úgyhogy én örülök, hogy erre terelődtünk, mert akkor ezek szerint ezt tudatosan is építetted magadban. Valamennyire igen, de pont azon gondolkoztam most, hogy ez mennyire befolyásolta a külső, akár személyek, akár más tényezők, és azt gondolom, hogy ebben is furcsa paradox módon talán a származásom benne van, mert hogy édesanyám révén én félig orosz vagyok, és mindig is kötöttem az átlagnál jobban az orosz irodalomhoz, és hogyha azokat a szerzőket nézem, akik nekem nagyon sokat jelentenek, most is, még akár a ma már nem annyira divatos Makarenkótól Tolsztojtól Dosztojevszkijig, Turgenyevig, másokig, akkor azt látom, hogy a főregényekben, amik nekem érdekesek, meg lényegesek, a tanítóknak, a tanároknak hihetetlen jelentőségük van, és pici átvezetéssel azt gondolom, hogy ha valaki most figyeli a körülöttünk zajló világot, a Big Data-tól kezdve az információs társadalmat, minden egyebet, megint csak azt mondom, hogy felértékelődött a tanárok szerepe, mert az orientációs pontot azt a tanároknak kell biztosítani függetlenül mindentől. Tehát ha nincs egy olyan orákulum, aki nagyjából a gyerekek számára megmondja azt, hogy milyen igazadási pontokat válasszanak, akkor nagyon nehezen tudnak eligazodni. És úgy látom, hogy ehhez képest a 19. századból alkotó nagy orosz zsenik, és pont e körül a dilemma körül forogtak, hogy kik lesznek azok az összetartó erők egy társadalomban, egy civilizációban, és ők azért mindig arra a következtetésre jutottak, hogy a tanárok azok a legfontosabbak is lehetnek az adott társadalomon belül. Abszolút osztom, sőt, pont erre gondoltam, hogy a orosz realizmus az nekem például egy nagy kedvencem volt, és én színházban nagyon szeretem, ahogy ezt interpretálják a különböző nagy íróknak a darabjait, mert hogy tényleg sokat lehet belőle meríteni, meg nagyon sokat lehet nem is megérteni,
hanem talán még sose fogalmaztam meg így, de hogy ez a összehasonlítani a múltat a jelennel, a lehetőségeket, a változásokat, mi az, amire koncentrálni kell? Mondjuk ebben a változás nagyon jó szó szerintem. A változás az jó szó, meg azért különösen izgalmas szerintem a 19. század, ami azért igazából a szívem csücske, és a tanításban is, hogyha reálisan nézzük, akkor azt látom, hogy a legtöbbet talán a 19. század egyetemes történelmet tanítottam különböző összefüggésben, de hogyha visszatérünk mondjuk az orosz, a nagy írókra, akkor az látszik, hogy mondjuk Tolsztoj esetében egy háború és béke az nem önmagában a napóleoni háborúkról szól, hanem az emberi kapcsolatok sokasságáról, meg arról is, hogy akár egy férfi-nő viszony, de akár a családon belüli viszonyok, vagy akár a politika és a magánélet kapcsolata az milyen változásokat tud eredményezni az egyén életében, és egyáltalán hogyan lehet ezeket a változásokat értelmezni, kezelni. Na hát ezért mondom, hogy annyi sokat lehet belőle meríteni, és ugye ami úgy unalmasnak tűnik a középiskolában, később, amikor az ember találkozik vele, akkor már annyira más szemmel tudja nézni. Én a három nővérrel voltam így, hogy ez annyira az idő, a megmerevedésről, tehát az, hogy beleragadunk-e valamibe, vagy nem, képesek vagyunk-e tovább haladni a családi dolgokat levetni, vagy mennyire kötnek, ez egy ilyen nagyon erős. Nagyon erős, és szerintem tele van univerzális igazságokkal, tehát hogy pont ezért jó, hogy akárhányszor elolvassa az ember, egyrészt talál magának fogódzókat, hogy merre van előre, másrészt megért egy csomó olyan belső és külső konfliktus, meg emberi dimenziót, ami előtte nem teljesen volt világos, vagy nem értette, és azért mondtam az előbb, hogy ez a családra, a politikára, de a férfi-nő viszonyra is alapvetően vonatkozik szerintem. Na hát azt nem gondoltam, hogy orosz irodalomról fogunk beszélgetni, de akkor mégis az jön ki, hogy ideje korán te ezekkel találkoztál, értelmezted, és képes voltál arra, hogy átültesd az életed folyására ezeknek a mondandóját. Igen, meg hát mivel ez a kétnyelvűség ez jelen volt az életemben, ugye a nyarakat nagyon gyakran, akkor még Szovjetunió, de tulajdonképpen Oroszországban töltöttem, alapvetően Leningrádtól nem messze. Egyrészt a kétnyelvű környezet az sokat segített, hogy egy másik kultúrát az ember megismerjen, akár azon a nyelven olvasni is tudjon irodalmat, és betekintsen egy teljesen más civilizációnak a mindennapjaiba. Nyilvánvalóan az én személyes karakteremet ez alapvetően meghatározta, akár abban az értelemben is, hogy én az orosz ortodoxiához alapvetően kötődöm, tehát én fontosnak tartottam, hogy talán kicsit felnőtt fejjel, mert azért felnőtt fejjel 28 évesen döntöttem úgy, hogy megkeresztelkedem, és az orosz ortodoxia felé fordulok most abban az értelemben. Ez nekem elsősorban nyilvánvalóan Isten mellett jelenti azt a fajta kötődést is, ami ahhoz a kultúrához, meg ahhoz a térséghez viszi az embert, azzal együtt, hogy a közép-európai tudat is ugyanúgy motoszkál benne, meg jelen van. Ez érdekes, a felnőttkori megtérésről mindig azt gondolom, hogy komoly dolog előzi meg, csak azért, mert én is az vagyok. Felnőttkori megtérő is tudom, hogy ez egy nagyon erős, hosszú útkeresés és felelősség teljes döntés valami mellett. Elmondható, hogy mi az, ami neked hát egyrészt büszke vagyok ebből a szempontból a szüleimre, hogy ők ebben nem befolyásoltak engem, hanem úgy gondolták, hogy hagynak engem arra mozogni, amerre gondolok, és ugye szép lassan érlelődött meg bennem, hogy részben a kultúra, az irodalom, a művészet, a nyelv, az emberek, a civilizáció miatt nekem a egyik felem az mindenféleképpen arra felé van, és ez a fajta ott létet én ezen keresztül a kicsit ilyen transzcendensen keresztül tudom biztosítani. Ez mindenféleképpen fontos volt, de lehettek prózai oka is, mert hogyha én úgy gondoltam az akkor érett szakaszban, most is úgy gondoltam, hogy olyan feleségem lesz, aki ortodox, akkor valószínűleg másképp nem is tudtam volna normál értelemben templomi esküvőt tartani. De mondom, ez a, azt nem mondom, hogy profán, de hát ez is fontos része természetesen a döntésnek, de én inkább a szentet emelném ki, és azt a fajta kötődést, tehát hogy az ember nyilvánvalóan nagyon erősen kötődik Magyarországhoz, mert ez az egyik hazája, de a másik fele az értelmesen és evidens módon kötődik Oroszországhoz, tehát ezen megkönnyez mindent, amire úgy érzi, hogy fontos számára, és ahhoz a civilizációhoz köti. Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Sok olyan ismerősöm van, aki kétnyelvű házasságból, meg két kultúrájú házasságból született, és az mindig érdekes, hogy amikor az anya az, aki nem magyar, tehát aki ebből a szempontból más nyelvű, hogy az anya nyelv miatt, meg a anyának az oly erős jelentősége miatt nincs az, hogy mégiscsak kicsit jobban orosz, mint magyar? Vagy ez nem létezik?
Én azt gondolom, hogy az anyu ebben nagyon jó mintákat adott, sajnos már nem él, abban az értelme mindenféleképpen, hogy ő perfekt módon megtanult magyarul, tehát minden tekintetben próbált alkalmazkodni. Az ő helyzetük egyébként milyen volt, hogy itt találkoztak, vagy ott? Nem, ugye az édesapám tanult kint Leningrádban. Nem volt ritka, és ott kötöttek egy örök életre szóló kapcsolatot, úgy gondolom, hiszen 58-ban összeházasodtak, és az anyu haláláig alapvetően boldog házasságban voltak. Nekem azért ez is egy olyan tökéletes keret volt, meg mint amit nem szabad nem elmondani. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lehet. Nagyon fontos az is, hogy a anyu ezt a kettőséget mindig megőrizte, de nagyon ügyesen ügyelt arra is, hogy ez a fajta rokonszenv kötődés, erős vonzalom, ez magmaradjon, hiszen minden évben kint töltöttünk annyi időt, hogy az emberben ez a fajta emléktömeg meglegyen, és ugye én emlékszem egy olyan konkrét esetre, ami nagyon emlékezetes, hogy akkor még nagyon picike voltam 4 éves, de hogy úgy jöttem az, hogy nem tudtam magyarul, mert hogy az ember egy kint töltött 3,5 hónapot, aztán persze gyorsan visszahozta, és ugyanúgy megtanultam a magyar nyelvet, de volt egy ilyen periódus is. De én azt gondolom, hogy fele-fele, tehát ez az igazi válasz, hogy mind a kettő benne van. Onnan is vannak az embernek attitűdjei, és innen is vannak attitűdjei. De akkor jól értem, hogy igazából itt éltétek az életet, csak a szünidő, a boldogság, a töltődés, tehát neked az a paradicsomod. Így van, még azt gondolom, hogy ahányszor az ember eljut abba a kultúrába, vagy arra a területre, én az átlagnál gyorsabban tudok alkalmazkodni, nyilvánvalóan a nyelv miatt hát is, meg azért, hogy az ember egy picit jobban tudja azt a szokásrendszert, amit persze nem teljesen olyan, mint itt, és az ember akár egy tárgyaláson, akár egy tudományos kapcsolatépítésten, akár egy szakmai útnál, akár amikor az egyetemet képviselem, akkor nyilvánvalóan másképpen dolgozik az ember, meg könnyebben tudja elmondani azt, amit szeretne, és könnyebben megértik. Hát nem véletlenül mondják azt, hogyha valaki sok kultúrát ismer, sok nyelvet, sőt olyan egy ilyen mondás, hogy ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Tehát, hogyha ennyi mindent ismersz, akkor olyan kincsekre lesz, amiket, hogyha jól használsz, akkor utánozhatatlan lehetsz bármely területen. Úgyhogy én most lehet, hogy ki fogom ezt használni, és megkérlek, hogy egy kicsit taníts minket, vagy mutass ebből valamit, hogy mi az, ha azt kérdezném, hogyha az orosz gyökereidre gondolsz, arra a kultúrára, arra a viselkedés rendszerre, amit onnan hozol, vagy ott láttál, akkor mi az, ami a legnagyobb erőssége mondjuk a magyarral szemben, amit lehet, hogy mi nem alkalmazunk. Aztán persze fordítva is lesz a kérdés, de erre nagyon kíváncsi vagyok. Hát az egyik, ami szerintem izgalmas lehet, amit hogy az emberi érzékel nyilván minden nagyképűség nélkül, ugye az az egyfajta határtalanság, hogy nagyon sokfajta, nagyon különböző, eltérő embertípussal tud az ember szót érteni, egyszerűen abból adódóan, hogy a szenzorai jobbak, akár jobbak, mint itt Közép-Európában, és képes felvenni a lélektani, vagy a lélek ritmusát olyanokkal is, akikkel egyébként átlagban az ember nem tudná felvenni, ha nem rendelkezne ezzel a különleges, mondjuk így, származással. Azt vettem észre, hogy függetlenül attól, hogy valaki fiatal, öreg, gyerek vagy felnőtt, viszonylag gyorsan megtalálom azt a fajta csatornát, vagy megtalálhatom azt a csatornát, ami alapján egyfajta ilyen bizalmi kultúra alakul ki, és szerintem ez a saját személyes életemben is nagyon sokat jelentett, hogy függetlenül attól, hogy valaki mondjuk portásként dolgozott, vagy vezérigazgatóként, vagy művezetőként, vagy tanárként, vagy nőként, vagy férfiként, vagy idősként, vagy gyerekként, én nagyon gyorsan, viszonylag gyorsan tudtam megtalálni azt a bizalmi kapcsolatot, ami alapján akár együtt tudtunk dolgozni, akár tartósan tudtunk együttműködni különböző helyzetekben. Ez a nyitottság? Én nyitottságnak is érzem meg. Tudod, hogy mit érzek, és aztán lehet, hogy azt fogod mondani, hogy na hát nem, meg ezt kikéred magadnak, de én egy kicsit azt gondolom, hogy a történelmi helyzetből adódóan is az orosz viselkedésben alapvetően benne lehet az erőteljesebb, magabiztosabb fellépés. Az elképzelhető adottság, tehát én azt gondolom, hogy de az, hogy... Szóval, hogy egy népen látszik, hogy mi van, térben, vagy egy bármilyen térben, hogyha az ember megjelenik, mondjuk. Még ezt nem nagy képviségben mondom, hangsúlyozom szándékosan, és ott hogy viszonylag értelmes módon egyrészt elmondja, hogy mit szeretne, másrészt elkezd beszélgetni, és az alapján viszonylag gyorsan elhiszik neki, amit mond, és ezt jó értelemben mondom, hogy elhiszik neki, amit mond. Az persze adódhat abból, hogy maga biztos, de másrészt bizakodom abban, hogy van egy olyan kisugárzás, ami mondjuk adódhat egyfajta magabiztos. Nincs a kettő egymástól messze. Nem feltétlenül van messze, igen. Tehát, hogy értem, amit mondasz, tehát, hogy
És egyébként megnyugtathatlak, igen, megvan. Tehát megvan az a kisugárzásod, az a fellépésed, hogy ahogy az ember találkozik veled, van benne egy határozottság, de van benne valami megnyugtató is. Ugye, ami egy jó kombó. Igen. Ugye azt szoktam mondani, hogy nyilvánvaló, hát férfiből vagyok, tehát a férfiből vagyok abban az értelemben mondom, hogy a medve attitűd, az természetesen meg lehet az orosz medve attitűd, és ezt most jó értelemben mondom, igen, annak minden abszolút attribútumával. Természetesen itt nem a szörösségre gondolok, hanem arra gondolok, hogy van egyfajta nyugalom az illetőben, és az előbb-utóbb azért áthat a környezetre, és természetesen a, valahogy úgy alakult az én saját karakterem is, és ezért is mondtam az elején talán a tanítás meg a beszélgetést, hogy, hogy nagyon sok esetben úgy volt, hogy pont itt a tanári attitűdből gyűltek az ember köré a kollégák, és akkor lett belőle valami vagy középvezető, vagy felsővezető éppen. Ez a kettő azért kézzel járt, hogy úgy gondolták, hogy nekem kell megmondani, hogy merre van előre. Ez mindig egy fontos dimenzió, hogy kell lenni a közösségbe valakinek, aki azt tudja mondani, hogy előre vagy hátra, mert ha nincs, az elég sok problémát De látod, okozhat. Ez már túlmutat a tanárságon szerintem. Tehát, hogy ebbe pedig már benne kell legyen a vezetői attitűd, ami meg belülről jön, gondolom én. Igen, no, a tanárok az esetében is azért megvan ez a fajta kényszer, hogy, hogy abban az adott 45 percben meg kell tudni mondani, hogy merre van előre. Oké, persze, de egy tőle tanuló közegnek, a vele kvázi egyenrangú tanártársadalomban az, hogy kiemelkedik ki, annak már szerintem nem a tanársághoz van köze. Nem legalábbis, ha én visszagondolok. Igen, talán most hogy az, hogy gondolkoztam itt a határtalanság meg a egyéb más kategóriákon van még talán egy fontos szerintem, ami, ami egy ilyen közösségi térben lényeges lehet, tehát hogy a hangulatnak egyfajta állandósága, mert az a, az a gond, hogyha bármilyen közösségbe kerülünk, megint mondom, hogy függetlenül a munkahelytől, akár sportban, társadalomban, politikában, bárhol, akkor jól látszik, hogy őrületes a hullámzás. Mindenki változik, állandóan ingadozik minden, a boldogság és a békétlenség, az öröm meg a bánat között, és hogyha vannak olyan karakterek, akik, most ezt jó értelemben mondom, állandóságot tudnak tartani, ez nem kell állandóan nagyon pontosnak lenni, de egy viszonylag stabil hangulatot tudnak fenntartani, az, az már egy héten belül okoz olyan örömöket, ami egy közösséget előre tud tolni és vinni, ha van egy-két ilyen ember legalábbis. Egy pillanatra visszatérve, honnan mit hoztál és mit tanultál, mert hogy ne hagyjuk ki a magyar oldalt, ugye akkor ezek szerint édesapád magyar, itt éltél, itt nevelkedtél, itt tanultál. Mi az szerinted, ami, ami bennünk magyarokban erős, és amit te az életed során, akár a pozícióidban, akár ebben a sokat változó helyzetben kiemelkedően tudsz használni? Én azt gondolom, hogy az átlagnál, és még egyszer nem nagy képviség van, és nem magamról mondom, én általában mondom most, amit mondanék, hogy nehogy ezt valaki félreértse. Ugye az intellektuális sokszínűség az mindenféleképpen jellemző szerintem a magyarok jelentős részére, illetve azt gondolom, hogy független attól, hogy bizonyos sportokban ez nem látszik, azért az önbizalomnak is van egy olyan mértéke, ami szerintem segít abban, hogy bizonyos helyzetekben az ember előbb tudja jutni. Tehát mondjuk ha a tanulás részét nézem az életemnek, akkor nagyon sok jó élményem volt. Ha nem is arra gondolok, hogy nekem volt 10-15 igazodási pontom, meg mentoraim, mert talán ezeket nem emelném ki, de azt jól látom, hogy nekem nagyon-nagyon sokat jelentett a középiskola, és nagyon sokat jelentett az egyetem különösen, mert hogy ott annyi mindent kaptam, amit ma is hurcolok magammal, és amiből ma is tulajdonképpen boldogulok, megélek, amit nem fogok elfelejteni. Ez azért mind ide köthető, és nyilvánvalóan ennek a, tehát Budapestnek különösen van egy olyan attitűdje és atmoszférája, ami felejthetetlen, tehát ezek mind összefüggnek. Egy műsor, ahol a kultúra és tudomány legérdekesebb képviselői a vendégek. Slágerarcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM. 103.9 Sláger FM. Én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is dr. Szatmári Péter, a Zsigmond Király Egyetem rektora. És már rengeteg dologról beszéltünk, leginkább veled kapcsolatban. Ugye felemlegettük azt, hogy egy kétnyelvű családból származol, és hogy ez mit jelentett neked, hogy félig orosz, félig pedig magyar származású vagy, és hogy egyébként az emlékeid is ennek megfelelően feleződnek, hiszen sok időt töltöttél ott, és sokat merítettél. Én úgy látom, hogy mindkét népnek a kultúrájából, meg a viselkedés mintáiból próbáltad kiemelni azt, ami leginkább előre vihet. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog,
és közben végignézegettem így a kutatási területeidet, és azt láttam, hogy ott is valahogy a hatalmaknak a körülményeit, tehát úgy a Weimári köztársaság, mint az osztrák birodalom. Szóval ez nagyon-nagyon érdekelt téged. Engem érdekel, de azért, hogyha nagyon pontosan meg akarjuk határozni, mert ugye a tanításról egy picit szó is volt, akkor ugye most is több kurzuson van, én alapvetően diplomácia történetet tanítok mostanában. Korábban is azt tanítottam, 19. századi egyetemes történelmet, országtörténeteket, és emellett pedig azt, hogy hogyan tudott egy rendszer úgy fennmaradni, nem untatva ezzel a hallgatókat gyakorlatilag 1648-tól 1914-ig, hogy az működőképessé tegye a nemzetközi rendszert. Ez nyilvánvalóan előbb-utóbb azt szokták mondani, hogy az ember kutatási területe az kiütközik a személyiségén meg a karakterén, de talán erre én büszke is vagyok, mert azok a kollégák, azok a zseniális politikusok, diplomaták, akik ezt csinálták, azok mind azt mondták magukról, hogy ők az egyensúly hercegei. És ugye a napi rutinban, a napi munkában az embernek ez mindig egy visszatérő attitűdje, hogy egyensúlyozni kell a különböző vélemények között, meg a különböző konfrontációkat és a különböző összecsapásokat értelmesen kezelni. De azt gondolom, hogy ha a kutatási területet nézzük, akkor valóban kiemelhető az, hogy hogyan álltak egymáshoz a különböző nagyhatalmak a 19. században, és hogyan lehetett közöttük valami fajta békés koncertet teremteni. A másik, ami engem nagyon érdekelt, mégis a doktori témám is erre vonatkozott, az az, hogy lehet, hogy a hallgatókban is felmerül, amikor arra jártak, ha Ausztriába utaztak, hogy létezik egyáltalán osztrák nemzet, vagy tulajdonképpen az ott élők azok németek. És amikor először ez bennem megfogalmazódott, mert én nagyon kedveltem Ausztriát, ott el is töltöttem egy évet diákként és kutatóként, akkor még tovább élesedett és erősödött bennem az a gondolat, hogy hogyan lehet meghatározni az ottani nemzettudatot. Mert azt, hogy létezik magyarság, senki nem kérdezi meg azt, hogy vannak-e oroszok, ez sem nagyon, de az, hogy egy nemzet, mint Ausztria tulajdonképpen 1918 után született meg, azért ez viszonylag szürreális. Tehát Ausztria, hogy hogyan lehet egyáltalán nemzetet csinálni a 20. században, meg tudják-e magukat csinálni, és nekem az volt a feltevésem, hogy meg lehet. Tehát, hogy tulajdonképpen némi küszködés után, 1945 után egy új nemzet születik Európa közepén, akikkel a mi sorsunk, magyaroknak a sorsa egyébként ezer szárral össze van kapcsolva, de az ő nemzetté válások azért meglehetősen bonyodalmas volt, úgyhogy ez volt a másik irányom, ami azért a mai napig engem nagyon érdekel. Ebben egyébként van holtig tanulás? Tehát, hogy újabb meg újabb dolgok, területek, irányok egyik hozza a másikat. Tehát ezt kutatod folyamatosan? Mind a kettőben van folyamatos. Egyrészt egy állandó készenlétet igényel, nagyon sokat kell hozzáolvasni, és egyébként a tanításnak ez a különlegessége a kutatás mellett, hogyha az ember nem csak ír, én most kevesebbet itt a menedzsment feladatai miatt, hanem tanít is. A tanítás az egy különleges szűrő. Tehát a hallgatók az átlagnál szigorúbbak. Én fél évről fél évre tartok előadásokszor ugyanabban a témában, nem tehetem meg, hogy előadásra ugyanazt mondjam el. Én nem használok előre gyártott jegyzeteket, én szabadon beszélek, nekem nincsenek leírt anyagaim, hanem nyilvánvalóan összesített anyagaim vannak, de én abból szabadon adom elő azt a másfél órát mindig, pontosan azért, hogy ne kerüljek olyan helyzetbe. Még így is előfordul, és vannak emlékeim arról, hogy mondjuk egyik fél évről a másikról egy-egy mondatom hasonlóképpen formálódik, de már az is zavart. Muszáj. Tehát ijesztő, amikor az ember magán érzi az ismétlődést, tehát nagyon fontos, hogy szinten tartsa magam, és ez a hallgatók miatt is nagyon lényeges, és ezt ők kontrollként mindig meg is teszik. Én azt tartom ebbe izgalmasnak, ugyanúgy, mint a művészetekben, az irodalomban már nem élő költők, művészek életművének az értelmezésében, hogy ugye van ebbe valami egyedi. Nyilván tényekkel nem lehet vitatkozni, de az, hogy dolgok hogyan és mitől alakultak ebbe lehet egyéni nézőpont, látásmód, és így tovább. És az interpretáció nagyon fontos szerintem. Tehát, hogy izgalmas lehet, hogy a hallgatók vetnek-e fel olyan új dolgokat, hoznak ebbe új dolgokat, amik téged is elgondolkodtatnak, hogy nem lehet-e, hogy az aztán mégis úgy volt, vagy ezt jelenti. Mindig hoznak, és hogy mivel én azért hiszek az interaktivitásban, amellett, hogy ezek frontális előadások, az órán elhangzó kérdések azok az esetek 99%-ában relevánsak, és egyrészt tovább gondolásra sarkalnak, másrészt arra, hogy én is újraértelmezzem azt, amit mondok, meg valami más kontextusba jelzem. Ezért kell mindig utána olvasni, mert mindig olyan kérdések merülnek fel, akár a 19. század kapcsán, amire feltétlenül ott abban az adott szituációban az ember nem tud koherens választ adni, de egy picit elmélyülve azért újra tudja frissíteni. Meg mondjuk én hiszek abban, hogy ezt azért fontos elmondani, hogy az előadás, mint műfaj, az kicsit olyan, mint a színház. És nem tagadom, hogy
hogy kicsit úgy, mint hogy a Márkus László mondta, vagy mesélte, nem tudom, hogy erre emlékszel, mindig azt mondta, hogy minden darab előtt fogta a függöny szélét, és izgult, halálra izgulta magát, mert nem tudta, hogy mi lesz, de ahogy kilépett a színpadra, minden elmúlt. Hát ez nagy titok, én is így vagyok vele, tehát bennem is állandó feszültség van, de utána, amikor az ember már kint van a színpadon, persze akkor meg kell valósítani magát, de az alapvetően egy színház, egy klasszikus jó színház. Abszolút, és szerintem ezzel mindenki így van, aki előad valamilyen módon. Nemrég hallottam egy ügyvédtől, hogy ő azt mondta, hogy ha meghallja a saját hangját, akkor megnyugszik, és ez milyen igaz, nem? Tehát, hogyha belekezdesz, már ott vagy, már megvan minden, díszlet körülötted, és elindítottad, akkor már szépen képesek vagyunk megnyugodni. Na persze, csak ugye egy másfél órás előadásnál nagyon kell figyelni a közeget, a közönséget, és azért alkalmazkodni kell az ő ritmusukhoz. Világos, de nem zökkent ki, nem? Hanem akkor ott alkalmazkodsz azonnal. Természetesen, hát az, már rutin miatt is, meg az ember ezt már azért x ideje csinálja, most már egy jó pár évtizede, tehát van benne azért tapasztalata. Na mindezek után, tehát ezután rengeteg kutatási terület meg ebben való elmélyülés után, most itt van egy nagyon új dolog, ugye, amit te próbálsz így koordinálni, meg egy kicsit népszerűsíteni, illetve hát elindult már, bár azt olvasom, hogy Európában is ritka, a sport létesítmény menedzsment szakirányú szakmai továbbképzés, ami azért nyilván felvet egy csomó kérdést. Igen, azt gondolom, hogy picit így visszatérve az interjúnk elejére, ugye egy olyan egyetemnek vagyok most a vezetője, a Zsigmond Király Egyetemnek, ami egyébként hamarosan névváltás előtt van, és a Milton Friedman Egyetem nevet veszi fel. Új brendet építünk, kicsit alakítjuk a saját imidzsünket, és sok mindenben gondolkoztunk. Mi ugye alkalmazott tudományok egyeteme vagyunk, és nem kutató egyetem, és nagyon kell figyelnünk, és észre kell vennünk azt, hogy mi van a piacon, és milyen igények mutatkoznak, nem csak pénzügyi szempontból, hanem társadalmi szempontból. És a sportlétesítménymenedzsment, az én azt gondolom, kicsit válasz is arra sok filozófálásra, kétkedésre, akár rosszájézre, örömre, ami most van Magyarországon, kicsit leegyszerűsítve a stadionok meg a különböző csarnokok körül. Én úgy gondolom, hogy anélkül, hogy ezek hosszú távon 10-20-30 éven keresztül nem működjenek, akkor tényleg csak a szkepszis lenne, és nekünk az volt az a filozófiánk, azt gondoltuk, azért indítottuk el keresztféléből a képzést, és azért van túljelentkezés, mert jól látszik az, hogy rengeteg olyan a rendszerbe dolgozó ember van, aki úgy gondolja, hogy ezeket lehet értelmesen működtetni, és nem csak sport célra, hanem egyéb más közösségi célra lehet ezeket használni. És itt mindig a kis településeket szoktam hangsúlyozni, ahol sok esetben a művelődési ház mellett a sportlétesítmény az az intézmény, ahol egyáltalán közösségi rendezvényeket lehet tartani. Hát abszolút. Mert ez nem csak a sport létesítmények normál menedzsmentjéről szól, hanem arról, hogy hogyan lehet közösségi teret formálni, hogyan lehet emberi kapcsolatokat a sporton keresztül létrehozni, hogyan lehet tehetségeket kiemelni, hogyan lehet a társadalmi tőkét valóban idézőjelben apró pénzre váltani, és hogyan lehet a kommunikációt, a pénzügyi ismereteket, a menedzsment ismereteket, az informatikai ismereteket, a rendezvényszervezést egy olyan szép disziplinává formálni, ami persze a sporton keresztül segít abban, hogy mondjuk az ilyen területen dolgozók ténylegesen értelmes munkát tudjanak végezni, és ott közösséget tudjanak fejleszteni. Világos, tehát, hogy belépett valami, aminek ugye fizikailag a keretei kezdenek felépülni, itt ott az országban, az egy nagyon fontos kérdés, hogy ez teljes mértékig kihasznált legyen. Abból, amit mondasz, egyébként én magam is most végig gondolva, igen, ha egy kis településről beszélünk, vagy kis közösségről, hát nyilvánvalóan akkor tud előre haladni, hogyha annak minden résztvevője valahogy kapcsolódik egymáshoz. Kapcsolódni pedig tényleg esküvőkkel, temetésekkel, sportrendezvényekkel, és sporttal, közösségi fórumokkal, koncertekkel. Most mondok egy teljesen profán példát, és azért, hogy a hallgatók ezt jobban lássák, mondjuk a Grupa Marjén, ami egy nagy létesítménynek tűnik, és mindenki ugye a Fradihoz köti, az nem csak azért nyereséges, mert hogy mindenfajta bevételei vannak, hanem ezerféle rendezvényt vitt oda be ebbe a létesítménybe, a koncerttől a konferenciáig, a konferenciától a közös rendezvényig, a családi találkozóktól az egyéb más szállodaipari rendezvényekig. Tehát itt ez a cél, hogy akár kisebb formában, kisebb létesítményeknél is
ugyanúgy ezt a multifunkcionalitást el tudjuk érni, de alapvetően az adott közösség számára legyen nyereség annak az intézménynek a működtetése. Világos. Tehát, hogy ez odahozzon bevételt, odahozzon kulturális élményt, szellemi élményt, és ott kovácsolja az egészet. Igen, igen, persze, hát a sportot azt alapnak tartom, de jó, hogy te mindig mondod. De hogy persze, akkor ez akár azt is jelentheti, hogy kis közösségek képesek lehetnek saját, nem tudom, ilyen szakágakat csinálni, különböző sportok? Én azt gondolom, hogy ez lehet, például egy adott kis közösségnek a felépítése, ez is jelentheti, hogy te csapatot formálnak. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy igen, van. Akkor nekünk mostantól lesz. Van egy futzál csapatunk, vagy van egy kosárlabda csapatunk, vagy van egy kézilabda csapatunk. Tudunk edzeni, és tudunk indulni bajnokságokon, visszük magunkkal a szurkolókat, lesz egy szurkolói csoportunk, lesznek lájkjaink, lesz egy olyan közösségünk, ami összetartja az ott élőket, akik ezek után már nem akarnak feltétlenül elköltözni, hanem abban az adott életérben szeretnének tovább dolgozni, működni. Tehát tovább van gondolva. Én azt gondolom, hogy tovább van gondolva sokkal. Ez egy nagyon szép álom. Több mint álom, csináljuk. Ráadásul hozzáteszem, hogy ha belemegyek ebbe a vízióba én is, akkor nyilván ez tud munkahelyeket teremteni, tud további kapcsolódásokat hozni. Így van. Ebben vagyunk érdekeltek. Uh-huh. És azt gondolod, hogy ezt, és mit gondolsz, hogy ezt mennyi idő alatt lehet átadni? Tehát, hogy egy ilyen szakirányú képzésnek, mert ezt gondolom, hogy ez egy diploma utáni képzés. Ez alapvetően szakirányú továbbképzés diplomához kötött. Most ugye arra törekedtünk, hogy minden szakmacsoport előtt megnyitottuk. Tehát a bölcsésztől a jogászig, a jogásztól a mérnökig, a mérnöktől. Tehát, hogy nincs specifikus. Diploma. Pontosan azért, mert nagyon különböző embereket húz ez a terület. Hát egyébként igen. És most 30-an vannak benne a képzésben, és ez visszaigazolja. Tehát, ugye, tehát én bölcsészként akár mondhatom azt, hogy egy ilyen részt akarok venni, most és én akarok lenni a szervező. És másfél év alatt jutsz el egy olyan képzettségig, ami aztán a munkaerőpiacon alkalmazható. Én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyszerű történet, ugyanazokkal a feltételekkel, mint hogyha az ember egy alapszakra járna. Hát nyilván ez diploma kell, de fontos. De akkor kapukat nyit. Így van. Hát jó, akkor ez most fontos volt, hogy erről is váltsunk néhány szót, mert hogy tényleg ennek a bevezetése zajlik, ugye? Ez úgy kell értelmezni, keresztfélébe indítottuk el, ősszel találtuk, és nagyon nagy sebességgel. Akkor elindult már az első. És keresztfélében elindítottuk, és őszre már nagyon komoly érdeklődés van, tehát én abban bízom, hogy évről évre meg tudjuk tölteni ezt a másfél éves képzést. A diplomán kívül mi szükséges hozzá? Van valamilyen tudás, amiről számot kell adni? Alapvetően orientációs beszélgetés van szándékosan azért, mert itt nem azt mérjük, hogy valakinek van készsége, képessége és hajlandósága, hogy másfél évig tanulja, mert azért elég sok sűrű, ez levelező formában zajlik, két hetente péntek szombaton, egy sűrített terminusban, sok külső gyakorlattal, tehát mondjuk ebben a fél évben, amire szintén büszke vagyok, ugye például grupamában volt a gyakorlata az egyik kurzuson a hallgatóknak, és ott nem csak megismerkedtek egy stadion működésével, mert még ezt még hagyján, hanem egy koncertet, illetve egy labdarúgó mérkőzést is az előkészítéstől a lebonyolításig végig tudtak követni, és tulajdonképpen részt vettek annak az egész menedzselésében. Ez is nagyon nagy szó, úgy gondolom. Mindenképp. Hogyha az orientációs beszélgetésre még rákérdezek, akkor te, mint tanár, én azt gondolom, hogy neked nyilván már szemed van ahhoz, hogy lásd, hogy ki mire hajlamos, hajlandó, mifelé tud menni. Létezik az, hogy kiszűrhető, hogy ki az, aki ebben tényleg jó tud lenni, akinek ez való. Azzal együtt, hogy pont azt beszéltük, hogy széles a spektrum, tehát sok felé lehet haladni. Most azért volt egyszerűbb helyzetünk, mert nagyon jól látszott az, hogy eltökélt mindenki, aki jön. Részben azért, mert nagyon különböző szakmaterületekről, de mindenki valamilyen létesítményben, akár vidéken, Budapesten, kis településen van. Tehát van célja. Nagyon konkrét célja van. Aha. Szeretne ehhez fogódzókat, pontosan megértett, hogy mi mit akarunk, és akarja ezt a műveltséget, akarja ezt a rutint, akarja ezt a tapasztalatot, akarja ezeket a kereteket ahhoz, hogy még jobb legyen. Tehát munka közbe képzi magát, és már folyamatosan felhasználná. Igen. Hát akkor ez tényleg egy piacirés volt. Ez piacirés. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon örülök, hogy ennyi mindenről tudtunk szót ejteni, rólad, az életedről, és egyébként erről a fontos törekvésről. További sok sikert. Köszönöm szépen a beszélgetést. Dr. Szatmári Péter, a Zsigmond Király Egyetem rektora volt a vendégem ma este, itt a 103.9 Sláger FM-en. Én Fehér Marian vagyok, és most megköszönöm a figyelmüket, átadom a mikrofont kollégámnak, Habocki Máténak. Én jövök legközelebb is, de addig is maradjanak itt, hallgassák a sok zenét és a jó műsorokat. Találkozunk legközelebb a viszonthallásra. Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok, minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM.